A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves testvéreim, kedves gyülekezetem! Istenünk igéjét hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte a mi Úrunk az Úr Jézus Krisztus a keresztelés sákramentumát a Máté evangéliuma 28. részéből a következőképpen. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Eddig tart Isten felolvasott ígéje, foglaljuk el helyeinket. Kedves szülők és kedves keresztszülők! A református egyházunk tanítása szerint a keresztelés nem egy befejezett alkalom, hanem egy elkezdett folyamat. Ami azt jelenti, hogy a kisgyermekek számára itt két dolgot ajánlunk fel. Először felajánljuk a számukra Krisztusnak a bűnbocsánatát és az örök élet lehetőségét. Ezt jelképezi a víz, ami lefog a homlokukon gördülni, mert ahogy a testnek a szennyét elmossa a víz, úgy a léleknek a szennyét elmossa Jézus vére. Másodszor felajánljuk a kisgyermekek számára az egyházhoz tartozás lehetőségét. Azért itt az egyházban, az Atya családjában van a keresztelés, mert ki akarjuk ábrázolni, hogy hozzánk tartoztok. Itt van a helyetek. Fontosak vagytok a mi számunkra. Ez a két dolog, a bűnbocsánat, illetve az egyházzal való kapcsolat, még nem a kisgyermekeké. Öntudatlanok, nem tudják, hogy mi történik velük. Felajánljuk mindezt nékik, és szülők és keresztszülők, tinéktekkel úgy nevelni és neveltetni őket, hogy el tudják venni és el akarják majd venni, amit nékik felajánlunk, vagyis a bűnbocsánatot és az egyház közösségét. Erre fogtok esküt tenni, nevelni és neveltetni hitre és hitben. A hitre való nevelés az, amikor megtanítjuk a gyermekeket a bibliai történetekre és a hitünk alaptételeire, a hitben való nevelés az, amikor mindezekről a gyermekek számára példát adtok. Vagyis úgy éltek, hogy a gyermekek előtt fontos és kívánatos lesz a Krisztussal és az egyházzal való közösség. Nem véletlenül, hogy Jézus a keresztelésnek a parancsát a tanítványoknak adta, akik már magukat Krisztus követésre elkötelezték. És ti is akkor tudjátok a gyermekek számára átadni, amit itt felajánlunk, hogyha magatokat Krisztusnak elköteleztétek, döntést hoztatok a Krisztus követésről. És Jézus az ilyen tanítványoknak ígéri azt, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, soha el nem hagylak benneteket, lehet rám számítani, hozzám mindig lehet jönni, és kapni erőt, bölcsességet, türelmet és szeretetet. Kedves szülők és keresztszülők, ezzel a kereszteléssel és kereszteltetéssel saját magatok számára felelősséget felvállaltok, és magatokat Isten előtt elszámolhatóvá teszitek. De a mindenható Úristen meg akarja adni a gyermekek számára,
éppen azt a kegyelmet, amit a szeretetével szerzett, és az egyháznak a kapcsolatát, amit saját maga hívott el, mint az üdvözülőknek a seregét. Kívánom, hogy az a folyamat, ami most kezdődik el, és egyházunk tanítása szerint jó esetben a konfirmációval zárul, mert akkor a gyermekek vallást tesznek arról, hogy amit felajánlottunk nékik, azt elvállalták, egy olyan igaz konfirmációval záruljon, amikor az egyházunknak és Krisztusnak is élő tagjai és követői lesznek. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, mielőtt kiszolgáltatnám a keresztelésnek a sákramentumát, két kérdést intézek hozzátok, amelyre feleljetek meg hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval, a gyülekedetet közben kérem, álljon fel. Először kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Másodszor, ígéritek-e, hogy mostantól fogva egy kisgyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy felnövekedvén önként tegyen vallást a hitéről a gyülekezet előtt? Gyertek, tegyünk vallást mi is a mi hitünkről, elmondván az Egyetemes Keresztény Anyaszent Egyház hitvallását, a Hiszek Egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, mi Urunkban. Kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekben, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszem az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket az Úristen szín előtt, és adjunk hálát a velünk közölt kegyelméért, imádkozván hozzá eképpen. Köszönjük mindenható Úrunk a kegyelmedet, szeretetedet, hogy a kisgyermekeknek itt az élet kezdetén már nyújtod a bűnbocsánatot, és be akarod őket helyezni a te családodba, az egyházba. Kérünk, Urunk, a kisgyermekek, hadd tudjanak a szülőktől és a keresztszülőktől olyan nevelést kapni, amikor a felajánlott dolgokat el tudják venni, és ezt önként meg tudják majd a konfirmációjuknál vallani. Kérünk, Urunk, áld meg a gyülekedetünket, hadd tudjunk a gyermekek számára vonzó családot jelenteni, ahová a gyermekek be tudnak tagolódni, és téged akarnak megismerni. Amen. Barbara, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kristóf, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.
Isten kegyelme áldja és őrizze őket az ő nagy neve dicsőségére, egyházunk javára és szüleik boldogságára. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, s az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk ígéjét hallgassuk meg Máté evangéliuma 13. és 14. részéből a következőképpen. Az otthoniak megbotránkoztak Jézusban. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Sehol sem vetik meg a prófétát, csak a saját hazájában és a maga házában. Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. Heródes ugyanis elfogadta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vettette testvérének Fülöpnek a felesége Heródiás kedvéért. Elküldte embereit aztán, lefejezte Jánost Heródes a börtönben, elhozták egy fejét egy tálon, átadták a leányának, ő pedig odavitte anyjának. Azután eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet és eltemették. Majd elmentek, és hírül adták ezt Jézusnak. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünkbe való befogadásán. Gyertek, ezért imádkozzunk!
Mindenható Úrunk, áldott légy a kegyelmedért és szeretetedért. Köszönjük, hogy Te felvállalsz bennünket, noha jól ismered az életünket. Köszönjük, mindenható Urunk, hogy Te áldásokban akarsz minket részesíteni, noha a bűneink miatt azt nem érdemeljük meg. Kérünk, mindenható Urunk, tisztítsd meg most az életünket, egyre inkább, hadd legyünk a Tieid, a Te gyermekeid, és most is add meg azt a mi számunkra, ami hiányzik az életünkben. Te ismersz minket, terheinket, félelmeinket, vágyainkat. De Te tudod, Urunk, a jövőnket és a küldetésünket, és Te tudod, hogy mire van szükségünk. Kérünk, Urunk, hogy ebben az ige hirdetésben különösen légy hozzánk közel, és különösen légy a gyászolókhoz közel. Legyél, Urunk, velük, hadd éljék meg, hogy Te vagy az áldott orvos, és Te őket vigasztalod és gyógyítod, és őket nem hagyod el, és kérünk, Urunk, hogy a Te igédnek az igazságával mutass utat a jövő felé, és gyógyíts a jelenben. Amen. Istennek igéje, melynek alapján az ő üzenetét kívánom közöttetek hirdetni. Megírva található a már felolvasott ige rész folytatásában. Máté evangéliuma 14. részében a 13-tól a 25-ös verssel bezárólag. Amíg az igét felolvasom és magyarázattal kísérem, a gyülekezet foglalja el a helyét. A megnevezett igehelyről így szól hozzánk Istennek írott igéje. Amikor Jézus meghallotta ezt, mármint keresztelő Jánosnak a halálát, eltávozott onnan, mármint az otthonából, hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nékik, nem kell elmenniük. Ti adjatok nekik enni. Ők pedig így válaszoltak. Nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta. Hozzátok ide nekem azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre. Azután vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jólattak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Aki pedig evett, mintegy 5000 férfi volt az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni,
amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus, a tengeren járva. Eddig tart Isten felolvasott igéje. Szeretettel köszöntöm a kedves közösséget, a kedves gyülekezetet és a kedves tévénézőket. Kedves testvéreim! A húsvétot megelőző 40 napos bőti időszakban felkészülünk. Jézussal együtt meghalni, és Jézussal együtt feltámadni. Tehát a bőjt egy váltó időszak, aminek a célja a beteljesedés. A beteljesedés útja egy olyan haladás, ahol a szakaszok folyamatosan váltják egymást az életünkben. És egy váltás szükségességét leginkább a veszteség megjelenése mutatja. Az élet szakaszok közötti váltás mindig különösen érzékeny pont, amely egyaránt magába hordozza a törés és a fejlődés lehetőségét. Ezért nagyon fontos megtanulni a váltásokat kezelni. A váltások kezelése tulajdonképpen a veszteségek kezelése. A beteljesedésben való haladással együtt jár a szakítás fájdalmának és a jövő tudatos felvállalásának a módja. Ekkor tudunk haladni és jól váltani, hogyha a szakításokat és a jövőnek az útját felvállaljuk. Jézus földi életében Keresztelő János halála és elvesztése jelentette az igazi váltást. Ugyanis Keresztelő János értette meg Jézust leginkább. Érte született, az út készítője volt. Ezután Jézust ugyan nagyon sokan veszik még körül, de úgy már nem érti meg senki, mint éppen Keresztelő János megértette. Átéli Jézus a társas magánynak az állapotát. Talán ismerős. Amikor együtt vagyunk, többekkel, egy fedél alatt, és mégsem értenek meg, beszélgetünk és kommunikálunk, mégsem osztunk meg érzelmeket és gondolatokat, és nem akarunk másat terhelni, és úgy érzem, hogy egyedül maradtam. Ezután Jézus ezt éli meg, amikor Keresztelő Jánosra már nem támaszkodhatott. Keresztelő Jánossal együtt lezárul az Ószövetség is egy óriási korszak, amelyiknek ő volt az utolsó alakja. Majd Jézus kell, hogy hozzon egy új korszakot, az új szövetséget. Ugyanis a veszteség az általában nem csak egy pontra érvényesül, hanem egy egész rendszerre, és meghatároz egy egész szakaszt, hogyha valamit, valakit elveszítünk. Igazából ez személyesen Jézusnak fájt leginkább. Ő értette meg, kit veszített el, és a továbbiakban mit és hogy kell felvállalnia. Mutatja ez, hogy a bőjt mindig személyes, hiszen mindenkinek mást és mást jelent a lemondás, de más mindenkinek a beteljesedés útja. Mások az akadályaink, amelyek más erőt igényelnek, hogy felvállaljuk, és más a haladásunk, amely más bölcsességet igényel, hogy beteljesítsük. Aki képes feldolgozni a veszteségeket és felvállalni a jövendőt, azt tud jól váltani. Tanuljunk meg Jézustól így váltani, veszteségeket feldolgozni és jövőt felvállalni. Két történetet olvastam fel, az 5000 ember megvendégelését, valamint Jézusnak a viharos tengeren járását, és mind a két történetnek a mozgatója éppen Keresztelő Jánosnak az elvesztése. Jézus először is
nem tagadta le a jelen fájdalmát. Meg kell tőle ezt tanulni. Ennek a jele, hogy a fájdalmat le nem tagadja, a menekülés. Ezt olvashatjuk, amikor meghallotta Jézus, hogy keresztelő János meghalt, eltávolodott onnan, mármint Názáretből, hajón egy lakatlan helyre egyedül. Onnan, Názáretből, az otthonából, ahol nem fogadják. Az előzőekben Jézusnak a fájdalma kiábrázolódik. Ekkor mondja ki azt a közmondásossá vált mondatot, hogy nincs próféta a maga hazájában. Mind a négy evangélium ezt megörökíti, éppen azért, mert Jézus életében ez a visszautasítás nagyon jelentős és fájdalmas volt. És erre a visszautasításra ráadásul ennek a visszautasításnak a fájdalmába még jön keresztelő Jánosnak a halálhíre. Ez a két fájdalom összecsúszik. A csalódás és a gyász. Tulajdonképpen itt kiábrázolódik a veszteségeknek a természete, az összecsúszás. Ugyanis a baj nem jár egyedül, hogyha egy váltó időszak van, akkor ott támadások is vannak, mert az az ördög különös célja, és akár elindulhat egy veszteség lavina. Ennek az ördögi célja az összeomlás. Add fel, hagyd ott, roppanj össze. Vannak olyan életszakaszok, amikor együtt jönnek az ördögi támadások. Talán már mi is tapasztaltuk ezt. Az egyik illetővel, egy idősödő nő, beszélgettem valamikor, és elkezdte panaszkodni, most nekem minden úgy összejött, mondta. Az egészségem megrendült, jött egy ciszta, édesanyám beteg lett, őt kell most gondozni, aztán a családban is oly sok minden már nincsen rendben, és elkezdenek kifele csúszni a kezemből. Már nem bírom tovább, állandóan zsörtölődöm, ugyan kinek kell egy ilyen valaki, egyre többször gondolok arra, jobb lenne már nem is élni. Összecsúszott oly sok minden. A váltásban erre számolni kell, az ördög összesített támadására. Az összecsúszott veszteségek és támadások a fejlődő váltó időszaknak a jelei. Ilyenkor különösen érzékeny, és az ember támadható. Az ördögnek különösen fontos, hogy akadályozza meg a további fejlődést, és Jézussal együtt, ő ezt így mutatja, ezekre az összecsúszásokra különösen kell számolni. Ő ezt át is élte, amikor például bőtölt 40 napig a pusztában, háromszor támadta meg az ördög, és kísértette meg őt, hogy adja fel. Jézus lakatlan helyre megy egyedül. A szöveg egyértelműsíti, hogy egyedül megy, nem akar itt senkit vinni, és hogy megy, ez inkább a menekülésre utal. Mert tudta, hogy további veszteség várható. Meg jöhet még további csalódás. És különben is számot kell vetni a továbbiakról. Hová tovább, mit fog majd kezdeni keresztelő János nélkül, és ezeket a csalódásokat hogy lehet majd feldolgozni. Jézus egyedül megy, nem visz senkit, hogy az atyával legyen magányosan. A magány nem egyenlő az egyedül léttel. Ugyanis ennek a kifejezésnek a szótöve a mag, amely az élet további szakaszának csíráját rejti magában. A magba benne van a csíra, amíg egy új és fejlődő életszakaszt fog majd elkezdeni. És az Istennel való közösségben kezd ez a csíra megmozdulni és életre kelni, itt Jézusnak az életében és a mi életünkben is. Az Istennel való közösségben, elmélyedésben éppen erre szolgál a bőt,
egy új életszakasz, ami lehet most rejtve van még, de elindulhat. Jézus egyedül akart lenni, de az Atya meg nem hagyja az egyedül létbe belesüppedni. Embereket rendel ki melléje, akik éppen ellensúlyozzák a názáreti csalódását. Azt olvashatjuk, hogy városokból többes szám, amelyeknek nincsen neve, emberek jönnek Jézushoz, nem is kevesen, hanem sokan, amikor megtudják, hogy ő menekül és el akar rejtőzni. Jézus pedig nem utasítja el őket, hagyjatok békén, jogom van nekem is a magányhoz és a gyászhoz, hanem azt olvashatjuk, hogy szánalomra indul irántuk, felvállalja őket és meggyógyítja a betegeiket. Ugyanis ezek az emberek az Isten küldöttei, és felmutatják Jézus számára, hogy van küldetése. Visszautasították az otthonába, de ilyen sok embernek pedig mégiscsak kell. Fontos. Ez az ellensúly. Ugyanakkor ezek az emberek az Isten gyógyításának az eszközei is, hiszen az ige azt mondja, aki mást felüdít, az maga is felüdül. Hogyha mi tudunk segíteni másoknak, akkor az a mi számunkra is gyógyulás. És kegyelem az, amikor Isten elébünk hozza azokat az embereket, akik számítanak ránk. Elébünk hozza a kisunokát, meg a gyermeket, meg lehet, hogy a szomszédot, vagy a gyülekezeti tagot, valamilyen szolgálatot, ahol éppen mi nekünk van helyünk, és mi nekünk kell a terheket felvállalni. Ezeket visszautasítani soha nem szabad, ha Istentől jönnek, mert ezek a mi életünk beteljesedésének a területei, és a mi gyógyításunknak az eszközei. Különösen nagy kegyelem az, amikor Isten érzékenységet támaszt a másik ember iránt, mint ahogy itt Jézusnak is azt olvashatjuk, szánalom indult a szívében. És a bőjtben különösen érzékenyek lehetünk az Istennel való magányban, belső közösségben, amikor Isten például az imádságunkban a másik embert eszünkbe juttatja, de felidéződnek a másik embernek a szavai meg jelzései, azokat egyre inkább tudjuk értelmezni, miért is mondta meg, hogy is volt, összeáll majd a kép, és leesik a tantusz, hát persze, ezt eddig hogy nem vettem észre, hát azért nem, mert Isten előtt nem csendesedtünk el, és nem engedte, hogy érzékenyítsen bennünket. És ebben a bőjtben engedjük mindezt, hogy Isten bennünket a másik ember felé fordítson, és érzékenyítsen, mert ez nagyon fontos. Az egyik híres lelki pásztor Németországból, Klaus Douglas, érdemes a nevét megjegyezni, készített egy listát arról, hogy milyennek kell a mostani egyháznak lenni. 5 fő pontból áll ez a lista, és az első pont nem véletlen, hogy elől van, így hangzik, bensőséges közösség. Ami fontos most, éppen azért, mert ez a legvonzóbb ebben az atomizálódott korunkban. Amikor a legelterjedtebb életérzés a magány, hogy nem kellek, felesleges vagyok, elfordulnak tőlem. Elterjedt, nem csak az idősek, de a fiatalok körében. És ekkor, hogyha az ember azt éli meg az egyházban, hogy itt kellek, figyelnek rám, fontos vagyok, megértenek, őszintén érdeklődnek, elfogadnak, tőlem el nem fordulnak, akkor ezután már nyert ügye van időzőjelbe téve, annak a közösségnek, jaj, de jó, ha az egyháznak,
mert egész biztos, hogy vonzó lesz. És ebben a bőjtben ezt a fajta egymás felé fordulást és egymásnak a felvállalását akarja Isten előkészíteni. És kegyelem az, amikor felmutatja Isten a veszteségek után is, akár egy gyász, akár egy törés után is, hogy van még feladatunk és küldetésünk. A továbbiakban Jézus tudatosan vállalta fel a beteljesedésnek az útját, így haladt előre, nem csak spontán, ösztönösen érzelmekből, hanem nagyon tudatosan, és ennek a tudatnak több jele van. Mert nem elég az, hogyha az ember csak az érzelmei szerint cselekszik, lehet, hogy nagyon jót, mint itt, ahogy Jézus megszánta a tömeget, de ez egy érzelem, mert az instabil, jön és megy, ma így érzek, holnap meg úgy, hanem ha fejlődni és az életemet beteljesíteni akarom, akkor nagyon tudatosan azt a küldetést, amit Isten elébünk ad, fel kell vállalni. És ebben a tudatos felvállalásban van a folyamatos gyógyulás és előrehaladás. A tanítványok azt mondják Jézusnak, miután a betegeket meggyógyította hatalmas tömegben, engedd őket haza, este van, és mindenki éhes. Jézus azonban, így folytatja a szöveg, ellentétes kötőszó, azzal szemben, amit a tanítványok mondanak, azt mondja nékik, adjatok nekik ti enni. Azzal szemben, mert nem akar lemondani a most elkezdődött fejlődésről. És jaj, de jó, hogyha nem mondunk le arról a fejlődésről, ami talán most indul el bennünk, vagy éppen elindult egy veszteség következtében az életünkben, és jaj, de jó, hogyha éppen itt a mostani ige hirdetés közben, hogy Uram, én a továbbiakban nem akarom abba hagyni. Ami most itt bennem megmoccant, az a kis csíra, lehet, hogy még csak érzelmileg, mert jaj, de jó, hogy te szólsz hozzám, és azt átélem, hogy most rólam van szó, és bizony az én helyzetem is olyan, hogy összecsúsztak a veszteségek, és alig bírok belőlük kilábalni, de ez még mind csak érzelem, és a tudatosság szintjére kell a fejlődésnek az érdekében tovább lépni. És itt a tudatosságot az is jelenti Jézusnál, csak két dolgot kiemelve nagyon sok közül, hogy elküldi a tanítványokat, vegyétek számba a lehetőségeket. Mitek van? Ők pedig mondják, 5 kenyér és 2 hal. Ezzel rendelkezünk, ez minekünk talán elég. A sokaságnak ugyanez már nem. Valameddig mi ki tudjuk húzni, de akkor, hogyha ezt megtartjuk magunknak. Jézus ebben a bőjtben bennünket elküld, mint a tanítványait számvetésre. Mit van? Ne csak az lásd meg, mit nincs. Amink nincs, annak a kifejeződésére vannak eszközeink. Nagyon sok, hatalmas az eszköz arzenálunk a nincsnek az elfogadására, mert sírunk, panaszkodunk, egymást szidjuk, és idegesek vagyunk, és csapkodunk, de a van áldásainak az elfogadására, amikor Isten megajándékoz valamivel, alig van eszközünk. És ezért nem is tudjuk elfogadni eszköz nélkül. Például a hálát nem nagyon tudjuk kifejezni. Hogyha valami van, valami jó, azonnal hozzátesszük, igen ám, de. És mondjuk annak a negatív oldalát is. Meg inkább szégyellősen letagadjuk, nehogy irigykedjenek. Nem tudjuk elfogadni az áldásokat, eszközeink nincsenek rá, és az eszközök hiányába nem is kapjuk meg. Mert az ember azt kapja meg, aminek az elfogadásához eszközök vannak.
csak a nincs elfogadásához, nem az áldások elfogadásához vannak eszközeink. Jézus ebben a bődben meg akar tanítani hálásnak lenni. Tanuljunk meg számot vetni, oly sok minden nem van, Uram. Egyáltalán, hogy felébredtem, és még az igédet hallhatom. Meg van tető a fejem felett, és nem éhezek meg, és sorolhatnám tovább, mindenki vigye tovább a sort. És adjon hálát az Istennek, hogy Uram, köszönöm, és tanuljuk meg a hálát, mert csak így tudjuk elfogadni az áldást. A továbbiakban a tudatosságnak a jele, hogy Jézus, amit a tanítványok előhoznak, 5 kenyér, 2 hal, szétosztotta. Ez a múltnak a gyümölcse, de a jövőbe befektette. És ezzel végképp kilépett a múltból, és belépett a jövőbe, felszámolt, ami mögötte van, éppen azért, hogy a jövő kiteljesedjen. Pál apostol ezt így fejezi ki, azokat, amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén, azokat pedig, amelyek előttem vannak, célegyenes, nekidőlvén. A jövő tudatos felvállalását mutatja az, hogyha a múltnak a gyümölcseit, ami még esetlegesen megmaradt, amivel lehet, hogy még el tudnánk húzni valameddig, mint ahogy el tudná húzni a vetőmag felélésével, megevésével a gazda is valameddig, de biztos, hogy ezzel együtt a jövőjét enné meg és pusztítaná el. Kedves testvéreim, a múlt vetőmagját vessük el a jövő életterébe. Ez azt jelenti, hogy osszuk szét az időnket, tapasztalatainkat, munkánkat, javainkat, segítségünket másoknak. Fektessük be ezt kapcsolatokba és szolgálatokba. Ha Isten felmutatja a küldetést, akkor ne félj befektetni azt, amit van. És valakinek ez lehet, hogy nagyon konkrétan azt fogja mondani, hogy éppen a mai kárpátaljai magyar életbe, ebben a helyzetben kezdjél el szó szerint valamilyen befektetést, valamilyen vállalkozást, valamilyen építést itt, helyben, és biztos, hogy bele fog menni az erőd, a lehetőséged és a pénzed, de Isten reményteljes jövőt itt ígért. És itt kell akkor befektetni. És a bőt tudatossága erre nagyon is vonatkozik, erre a befektetésre, a múlt gyümölcseit a jövőnek az életterébe. És Jézus tudatosan Isten előtt dolgozza fel a múltnak a fájdalmát és a jövőnek a kilátását. Mind a kettő hatalmas. Ugyanis miután 5000 embert megvendégelt, ismét következik a magánynak egy megjelenése. Hiszen az embereket elbocsátja, a tanítványokat meg elküldi. Mert Istennel, az Atyával akar magányosan lenni és imádkozni. És igazából a két magány megnyilvánulás között ez a nagy különbség, az imádság. Mert az előzőekben nem olvastuk, hogy Jézus tudatosan akar imádkozni, inkább csak az Atyához menekülni és belekapaszkodni, egyfajta spontanitás ez. Itt pedig már egyértelműen célirányos Jézusnak a magánya, imádkozni akar, hiszen két terhet visz ebbe a magányba, a múltnak a fájdalmát, ott van a csalódás, ott van a gyász, és a jövőnek a kilátását, hová tovább, így most már egyedül, és mi lesz a fejlődés, és ezt hogy vállalom fel. Kedves testvéreim, a bőtünkbe ezt kell megbeszélni Istennel, ilyen tudatossággal kell bőtben elcsendesedni, felvállalva mi az, amit vesztettünk, és visszahozni már nem tudjuk. És ez van, vannak gyászok, félrecsúszott megjegyzések,
rossz döntések, amelynek a következtében az ember lehet, hogy egyedül marad, úgyhogy nem tehet róla, vagy éppen, hogy tehet róla, vagy éppen rossz körülményei lettek, mert valamikor ezt a lépést tette meg, de már visszacsinálni nem tudja. Szeretné visszacsinálni, de már erre nincsen lehetőség, és ezt tudatosítani kell. Igen, Uram, van ilyen. És tudatosítani kell, hogy ennek a visszahozni már lehetetlen állapotnak soha nem múlik a fájdalma. Mert évek és évtizedek múltán is, ha visszagondolok, jaj, mit mondtam, hogy döntöttem, hogy léptem, akkor összeszorul a torok, meg a szív, és megjelennek a könnyek, és talán elfordulok és úgy sírok, vagy úgy, hogy senki ne lássa, a veszteségek, hogyha valóban igaziak és véglegesek, azok mindig fájdalmasak. Nincsen más megoldás, meg kell tanulni azokat felvállalni, azoknak a terhe alatt megerősödni, és azokkal együtt élni. És a kegyelem az, hogy ez lehet. És innen is van tovább, és van fejlődés. A bőjtben először ezt a megerősödést lehet kérni az Istentől, a múlt terheinek az elhordozásához, és lehet kérni Istentől erőt meg bölcsességet a jövő felvállalásához. Uram, most már ez van, ezzel kell számolni, amit körülöttem van, meg nálam van, és legyél olyan szíves, mutasd meg, hogy hogy is tovább. Ezért kell kitisztítani minden akadályt, ami elválaszt Istentől, és megzavar abban, hogy az ő hangját meghalljuk, és ezért kell a jövőnket Isten elé letenni, itt vagyok, Uram, rendelkezzével. Kedves testvéreim, Isten a mi számunkra reményteljes jövőt akar adni. És a bőjtünknek akkor van értelme, hogyha úgy a múltnak, mint a jövőnek a terhét Isten elé visszük, és magunkat neki kiszolgáltatjuk. És végezetül azt olvashatjuk, hogy Jézus különösen érzékeny volt a tanítványai felé, az ő rendelkezésükre állt, amikor bajban voltak, a tengeren vihar volt, csapkodtak a hullámok, a tanítványok, ott voltak a sötétben, reménytelen helyzetben, Jézus a biztos parton, de mégis meghallotta őket. Éppen azért, mert az Atyával mély és érzékeny közösségben volt. És a bőjt bennünket érzékenyít a másik ember felé, a veszteség bennünket felszabadít a további szolgálatra, amikor már elszakadunk valamitől, vagy lehet valakitől, akkor valamire megfelszabadulunk, energiáink, időnk, például segítésre, a küldetés betöltésére, az isteni útra felszabadulnak. Például Pál apostol, amikor felsorolja, hogy milyen egyházi tisztségviselők vannak, megemlíti az özvegyeket is. A püspök, meg a lelkész, meg a presbiter mellett. Miért? Azért, mert az özvegy az, aki már felszabadult a család terhe alól, és oda szánhatja magát az isteni szolgálatra jobban, mint más, aki még le van kötve más helyen. Kedves testvéreim, a bőjt így felszabadít. És a veszteségben lássuk meg, hogy mi szabadít fel, mire. Isten szabadít fel, hová is. És az az ember, aki fel tudja dolgozni a múltnak a fájdalmát, és fel tudja vállalni a jövőnek a haladását, tehát jól tud váltani, áldott lehet. És Isten ezt az áldott létet készíti el a mi számunkra, és ezzel akar minket ebben a bőjtben megajándékozni. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket Istenünk előtt, és imádkozzunk hozzá eképpen.
Köszönjük mindenható Urunk a kegyelmedet, kérünk Urunk, hadd legyünk a tieid. Látod a veszteségeinket, hadd tudjuk azt feldolgozni te szerinted. És köszönjük Urunk, hogyha van haladás, és bocsáss meg, hogyha az ördögi támadásban elestünk. De állíts Urunk fel minket, és te mutasd meg, hová kell tovább lépni, mit és kit kell felvállalni, és tégy Urunk minket áldássá. Amen. Imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot, a mi atyánkot. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, így éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten megszentelő áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, kik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Helyünket elfoglalva. Hallgassuk meg hirdetéseinket. Hirdettem a kedves testvéreimnek jövő hétnek az alkalmait. Csütörtökön biblióra lesz 4 órakor a kastélyunkban, szombaton Isten tisztelet lesz ugyancsak 4 órakor a kastélyunkban. A szombati Isten tisztelet keretében egy történelmi előadást fogunk meghallgatni az egyik kedves vendégünktől, Budapestről fog érkezni, mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk különösen erre az alkalomra is. Hirdettem a kedves testvéreimnek, az elmúlt héten a perselypénz 930 grivenny és 2500 forint volt. Magát megnevetni nem kívánó adakozónk 500 grivenyt, Hegedűs Ilona 150 grivenyt, Varga István és családja 500 grivenyt, ifjú Komári József és családja 500 grivenyt, és magát megnevetni nem kívánó adakozónk 200 grivenyt adakozott. Az újságunk javára Hegedűs Ilona 50 grivenyt adakozott. Köszönjük szépen az adományokat, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Köszönöm, több hirdetésem nem lészem.